Egy fontos bejelentést szeretnék tenni, ez pedig az, hogy a legénységi állományt szeretnénk még jobban megbecsülni. Nyilván a magyar kormány elkötelezett a hazavédelmének ügye mellett és a Magyar Honvédség fejlesztése mellett. A magyar katonákat illető béremelésen felüli plusz juttatásról döntöttünk a napokban. Ez azért volt fontos, mert a legénységi állomány az az állomány kategória, akik a legalacsonyabb illetményt kapták eddig. Szükségünk van a megbecsülésükre, szeretnénk ilyen módon ezt kifejezni. Van olyan lehetőségünk, hogy ezt megtegyük, és az októberi illetménnyel együtt november első napjában ezt meg fogják kapni a legénységi állomány tagjai. Valamennyi legénységi állományhoz tartozó magyar katona ezt az illetmény emelést megkapja. Hozzáteszem, hogy ugye korábban döntöttünk arról a katonai életpálya megalkotása során, hogy az elkövetkező években folyamatosan emeljük a katonák illetményét. Fontos ez, hiszen nagyon komoly hivatást választottak maguknak a katonáink, a magyar emberek, akik a haza védelmére esküdtek föl, semmilyen más hivatásban nem tesznek esküt az állampolgáraink arra, hogy életük feláldozásával is védelmezik a hazát és szolgálják a magyar emberek biztonságát, tehát ezért meg kell becsülnünk őket. Ugye az elkövetkezendő időszakban 2019-ig mintegy 50%-os összességében, mintegy 50%-os illetményemelésben részesülnek a katonáink. Ugye első körben ez egy átlagos 30%-os emelés volt, és évről éve 5-5%-kal emeljük a katonáink illetményét. Ezen felül most viszont valóban a munkaerőpiaci versenyhelyzet okán is, hiszen ilyen világban élünk, senkit nem szeretnénk megelőzni, de nem szeretnénk lemaradni sem ebben a munkaerőpiaci versenyben. Ezért döntöttünk úgy, hogy a legénységi állomány tagjait ilyen módon egy plusz juttatásban részesítjük, amely egyébként beépül az illetményükbe, tehát egy folyamatosan garantált illetményről van szó. És ez azt jelenti, hogyha tételesen is elsorolhatom önöknek, ez azt jelenti, hogy ugye alapvetően, ami eddig 166 ezer forint bruttó minimális illetményt jelentett, az ugye egy érettségi vizsgával rendelkező katona esetében ez az összeg 220 ezer forint bruttóra emelkedik. Tehát 166 ezerről 220 bruttóra emelkedik. Az érettségi vizsgával nem rendelkező katonák esetében, itt ugye a korábban honvéd, most közkatona, tehát rendfokozat nélküli közkatona esetében, őrvezető, tizedes és szakaszvezető esetében ők a legénységi állomány kategória. Itt az őrvezető esetében, akinek érettségi vizsgája nincsen, 190 ezer forintra emelkedik, a közkatona esetében 180 ezer forintra, tizedes rendfokozattal 200 ezer bruttóra, és a szakaszvezetőnél 220 ezer forint bruttóra emelkedik ez az összeg. Ehhez képest nyilván a továbbra is fizetjük, és ez nem változik az egyéb járandóságoknak a köre. Ugye a katonák illetménye az alapvetően három dologból tevődik össze. Egyrészt nyilván az alapilletményből, a honvédelmi szolgálati díjból, és a beosztásukból fakadó különböző pótlékokból. Ez egy pótlékrendszer, nyilván az ejtőernyősök, a nyelvpótlék, a buvárok és mások kapnak ilyen típusú, vagy kaphatnak ilyen pótlékot, illetve függ nyilván az illetmény attól az időtartamtól, hogy mennyi ideje dolgozik, illetve vállalta a szolgálatot a Magyar Honvédségben. Tehát alapvetően ez így néz ki. Mindenképpen szeretném azzal zárni, hogy remélem, hogy a legénységi állomány ezt örömmel fogja nyugtázni. Szeretnénk ugye lépést tartani a munkaerőpiacon, ezt említettem, és ezen keresztül is szeretnénk megbecsülni a katonáinkat, és kiszámítható jövőt fölvázolni az ő pályaválasztásuk során és a katonai hivatásuk ellátása során. Természetesen ezzel is ösztönözni őket arra, hogy a megbecsülés és a katonai életpálya az elkezdődik alacsonyabb beosztásban, alacsonyabb rendfokozattal, és lépésről lépésre haladhat előre egy fiatal ember, aki a katonai hivatást választja. Nyilván altiszté válhat, tiszthelyettessé válhat, őrmesterré, törzsőmesterré, stb. És eljuthat akár tiszti rendfokozatba is, vagy akár ugye mindenki a zsebében hordja a marsalbotot, tehát akár még tábornok is lehet a legkiválóbbak és a legszerencsésebbek.